Ülésezett a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Szekszárdon. Lezajlott a körforgalom melletti Obi és a Lidl összekötő út végső terület megvásárlási, beszerzési eljárása. Itt parkolóhelyek megváltása címén a város pénzhez is fog jutni, mondta Máté Péter, önkormányzati képviselő. Amikor elkészül, akkor itt gyakorlatilag a Lidliből az Obi felé, az Obi körforgalomhoz be lehet csatlakozni, és nagyságrendileg lehet gyorsítani a közlekedést, mert akkor ettől kezdve nem kell azt a csatári körforgalmat terhelni tovább, ami egyébként is túlterhelt és kicsi. Ez szerintem mindenképp rövidíti az utat, és javítani fog a város közlekedésén, ha egyszer elkészül, de jelenleg a kivitelezésre nincs pénzünk, csak a beszerzésre volt. Szekszárd jelzőlámpáival kapcsolatosan egy új üzemeltetési karbantartási szerződés jött létre. Ezt az indokolta, hogy a korábbi egyesség lejárt. Beletettük a szerződésbe azért már kikötésként, hogy felmondható legyen, amennyiben sikerül az egész városba levő forgalom irány, városi fenntartásban levő forgalom irányítani a jelzőlámpáknak az újítása, akkor ezt a szerződést nem kell fölöslegesen fizetnünk, nem ez dupla, akkor az egy másik szerződés keretében történhet akár, vagy a jelenlegi vállalkozóval egy újabb szerződés, az egy másik beszerzés lesz, de jelenleg nem köteleztük el magunkat hosszú távon. A képviselők tárgyalták továbbá az I. és Gyula könyvtár könyvtárellátási szolgáltató rendszerrel kapcsolatos bútorbeszerzési teendőket is. A könyvtárnak további bútorbeszerzésre van igénye, és ebbe annyit tudtunk dönteni, ez nem a városi költségvetésbe megy, úgyhogy bízunk benne, hogy jó bútorok lesznek, viszont szekszárdi vállalkozókat is betettünk a lehetővői körbe, hát ha tudnak ők is érvényesülni. Szekszárd Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága összesen több, mint 20 napi rendi pontot tárgyalt legutóbbi ülésén.